Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámban, én Petrovék, és a mai napon elhoztam nektek egy újabb speedbuildet. Ez megint egy ilyen alapjátékos, vagy ilyen, nem is tudom milyen. Tehát egy ilyen renoválós videó, teljesen mindegy, nem tudom, hogy fogalmaztam meg az előző videóban. Ez a telek az előző telek mellett van egyébként, Willow Creekben vagyunk még mindig. Nem mondom azt, hogy az összes házat fel fogom újítani, az összes ilyen alapházat fel fogom újítani minden városban, hanem csak azokat, amiknél látok esélyt, hogy vannak jó ötleteim. És ez a ház alapból zöld volt, ugye az egész, és nagyon szerettem volna megtartani ezt a zöld színt. Úgyhogy nagyon sokat szenvedtem egyébként a külsejével, a formája kívülről nagyon gyorsan összeállt, és van egy nagyon, egy viszonylag kicsi kertje is, de mindenféleképpen szerettem volna egy kis kertet csinálni, mert az előző háznál nem sikerült csinálni egyáltalán kertet, mert annyira kis hely volt, hogy egyszerűen sehogy nem fért oda a kert. Úgyhogy itt eznél a háznál sokat szenvedtem, főleg a külső falakkal, hogy mégis milyenre akarom őket, mert nem tudom, hogy látjátok, hogy van ez a zöld fal szín, amit most itt láthattok, és ezeknek a fal sarkánál van egy ilyen fehér oszlopszerű valami, ami így automatikusan oda kerül. Na most mindenhova oda került, minden sarokra, kivéve egyet, azt majd itt láthatjátok is egyébként, hogy miről beszélek, pont látjátok, hogy ott nincsen. És ez aztán, ezt később vettem észre, és annyira elkezdett zavarni, hogy az valami hihetetlen. Úgyhogy végül is az egészet át kellett színeznem, de úgy gondolom, hogy elég jól sikerült megtartanom ezt a zöld vonalat, mert nem tudom, nagyon szerettem volna megtartani, nem tudom, annyira tetszett ez a tető is. És próbáltam egy kicsit bátrabban, na itt amúgy láthatjátok, hogy már elkezdtem oszlopokat rakni a sarkokra, hogy hát ha eltakarja őket, de nem takarta el. Szóval itt próbáltam egy kicsikét bátrabb lenni egyébként, és játszani így a sötét és világos színekkel. És szerintem egész jól sikerült. A belső része a háznak az szintén teljes mértékben egyáltalán nem az én stílusom, én nem építek ilyen házakat. Úgy gondolom, hogy eléggé modern lett, bár nem tudom, mivel nem építek túl sok modern házat, vagy túl sokszor modern házat, ezért azt sem tudom, hogy ez modernnek számít-e. Gondolom annak. Viszont én nem vagyok ebben a modern ház építésben jó, úgyhogy végül is a külseje az ilyen öreges lett, én úgy gondolom, ilyen régies. De mindegy, remélhetőleg valakinek tetszik, és nektek tetszik. Valakinek és nektek. Na jó, ezt nagyon jól megfogalmaztam. Az a helyzet egyébként, hogy nem tudom, hogy mennyire nézitek ti a vlog csatornámat. Lehet, hogy annyira sokan nem nézitek. Viszont, ha nem nézitek, akkor itt én most elmondom nektek, hogy hát fogfájással mentem a fogorvoshoz nyilvánvalóan, és tudtam, hogy mi a probléma. Kijött egy tömés a fogamból, és már nagyon régóta, szóval nem mostanában, de mostanában kezdett el fájni, és ugye emiatt az egész helyzet miatt, ami itt a világban van, nem igazán jutottam el fogorvoshoz. És most egy pár hete elkezdett újra fájni a fogam, de borzalmasan, állandóan, non-stop, és hát végül is úgy döntöttem, hogy engem nem érdekel, elmegyek fogorvoshoz, nem érdekel, mert ez sürgős eset, ez nagyon rossz, és aztán kiderült, hogy be van gyulladva egyébként ez a fog, és ki kell szedni. Na de most nem lehet normális úton kiszedni, hanem csak műtétileg, mert állítólag nekem azt mondta a nő, hogy a fele fogam, mert hogy ez egy bölcsesség fog, a fele fogam még az ínyem alatt van, tehát nem sikerült átszakítani az ínyt, viszont én nem tudom, én nem hiszem, hogy ez egy bölcsesség fog. Mindegy, lehet ám, hogy az, nem tudom, biztos, hogy ő jobban tudja, mint én. Mindegy, az a lényeg, hogy most arra várok, most antibiotikumot szedek, arra várok, hogy meggyógyítsa a fogamat, és utána kapni fogok egy időpontot a műtétre, és lesz egy ilyen fogműtétem. Viszont az a gond ezzel az antibiotikummal, hogy emiatt, az antibiotikum miatt olyan szinten fáj a fogam, mert ugye küzd ellene a
a fertőzés, és emiatt annyira fáj állandóan, és most is nagyon fáj egyébként. Szedek fájdalomcsillapítót, de már csak nagyon kevés van olyanból, ami használ is nekem. Ezért most egy kicsit megpróbálok szenvedni, és addig nem veszek be fájdalomcsillapítót, amíg úgy érzem, hogy nem feltétlenül 100%-osan muszáj. Úgyhogy most lightiba fáj, de attól még eléggé nehezen beszélek, viszont szerettem volna mindenféleképpen felvenni ezt a videót nektek. Ugyanis nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptam az előző ilyen speedbuildhez. Nem ezek az első ilyen speedbuildek, ahol beszélek egyébként, úgyhogy nem igazán lepődtem meg rajta, mert eddig is szerettétek őket. Csak úgy gondolom, hogy azért néhányan vagytok újak, és akkor ki szerettem volna kérni az újak véleményét is, hogy ők mit gondolnak erről. Úgyhogy nagyon tetszik nektek, és ennek nagyon-nagyon örülök. Kaptam egy javaslatot is, ami pedig egy csak base game, egy ilyen base game only felújítás volt, és azt egyébként már meg is csináltam, és már a videó is fel van véve, csak a voiceover-t kéne hozzá fölvenni, de úgy gondoltam, hogy sorrendben haladok, és először ezt ehhez veszem föl, ugye, a voiceover-t. Na, közben egyébként a házról egy kicsit akartam beszélni. Szóval, amit láthattatok, hogy a biciklit oda betettem a teraszra, azt szerintem egy annyira jó ötlet, gyerekek. Én még soha nem használtam ezt, de valamilyen speedbuildnél láttam, hogy valakit, esküszöm, fogalmam sincs, hogy kicsoda, a fának támasztotta a biciklit, és az is annyira jól nézett ki, és azt akartam csinálni először, de aztán rájöttem, hogy a sok sövény miatt ez ilyen kicsit furán néz ki, úgyhogy beraktam a teraszra, és szerintem, hogy ez terasznak hívják, nem tudom, porchnak hívják angolul, fogalmam sincs, hogy mi magyarul, ez az első terasz itt elől, úgyhogy oda beraktam, és szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Illetve, ahogy mondtam, ez a kert egy kicsikét kicsi, viszont raktam méheket is, meg olyan bogarakat is, meg raktam egy grillt is, és itt van egy ilyen tűzrakó hely is, amit ide raktam, viszont ezt később ki fogom cserélni egy ilyen ruhaszárító valamire, mert raktam ebbe a házba mosógépet, viszont most, hogy így belegondolok, raktam szárítógépet is, úgyhogy annyira nem lett volna fontos ami ahova rakod a szárad a ruhákat, az előbb tudtam a nevét, most már nem tudom. Na mindegy. Szóval nem lett volna olyan fontos, de úgy gondoltam, hogy mindegy. Illetve majd látjátok az egész videó végén, hogy véletlenül ott hagytam ezeket a föld színezéseket, amit csináltam a tűzrakóhely alá. Azt később kijavítottam egyébként, úgyhogy azzal nincsen probléma. Később kijavítottam. Semmi baj. Na, most csinálom ugye a belső részt. Mint mondtam, eléggé modernre próbáltam venni a figurát. Amit most csinálok, azt is egyébként egy videóban láttam, hogy így ezeket a felső ilyen kis polcokat, amiket a konyhába kell rakni, azokat rakták így a tévé alá, és ez tök jól nézett ki, tök jó ötletnek gondoltam, úgyhogy gondoltam, miért ne? Illetve nagyon sokat válogattam, hogy milyen bútorokat szeretnék a nappaliba, mert egyébként ennek a háznak az alaprajza egy kicsikét fura, nekem egy kicsikét furának tűnik. Nem tudom. Igen. Végül is tetszik, de furának tűnik akkor is. Na, nem baj, tök mindegy. Végül egyébként rájöttem, a legvégén jöttem rá, hogy sehova nem raktam számítógépet, és pedig szerettem volna rakni, úgyhogy végül is ide a nappali mögé raktam egy számítógépet. Így benyomorgattam, de egyébként egy tök jó ötletet találtam ki, azt majd láthatjátok úgyis hamarosan. Na és mint mondtam, teljes mértékben úgy próbáltam megcsinálni ezt a házat, hogy ez ne az én ízlésemet tükrözze, de attól még szerintem egész jól alakult. Az egyetlen egy szoba, amivel nem vagyok megelégedve, illetve két szoba van, amivel nem vagyok megelégedve, az egyik az a lenti fürdőszoba, és a másik pedig a konyha. Valamiért nem, nekem annyira nem tetszenek. Akkor ide, erre a kis asztalkára
raktam egy csomó-csomó könyvet, ami szerintem tök jó ötlet, és még soha sem alkalmaztam így, soha nem csináltam ilyeneket, hogy így könyveket pakolgatok. Illetve nem régen jöttem rá arra is, hogy az egyik ilyen könyves kupac, az funkcionál, mint könyves polt. Polc. Ti ezt tudtátok? Mert én esküszöm, nem tudtam. Úgyhogy ez ilyen nagyon nagy meglepetés volt. De szerintem tök jól néz ki ott. És akkor most csinál ugye a konyhát, tehát a konyhában... a konyha eléggé fura... fura formájú lett végül. Nem tetszik az, hogy hol van a kuka. Nem tetszik, ahogy... ahogy nem tudom, el van rendezve az egész, illetve mi is még, viszont van egy tök jó ötlet, amit egyébként én magam találtam ki, és biztos, hogy valaki már előttem csinálta, viszont én nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt így akkor kitaláltam, hogy ezt így akarom csinálni, az pedig az, hogy egy polcot raktam a kis, itt láthatjátok a kis ablakot, ezt a picit, az alá raktam egy polcot, és úgy néz ki, mintha így egy polc jönne ki az ablakból. És nekem ez annyira megtetszett, hogy valami hihetetlen, szerintem többször fogom alkalmazni, mert ez nagyon jó ötlet. És akkor itt láthatjátok, hogy szenvedek azzal, hogy mégis hogy a francba akarom ezt megcsinálni. Mindenféleképpen akartam ilyen kis szigetet, úgyhogy meg kellett mindenféleképpen nagyobbítanom a konyhát, amit nem akartam, mert így meg annyira kicsi hely van ott, ahol mész fel a lépcsőn, hogy olyan fura, de igazából nem tudtam nagyon mit csinálni vele. És akkor így szenvedtem, meg gondolkodtam, hogy a francba csináljam, úgyhogy igen, ennyi. Majd valószínűleg egyébként sokkal több speedbuildet fogok hozni nektek, ugyanis most, amikor ma felveszem ezt a videót, most november 5-e van, és november 13-án fog kijönni az új kiegészítő, ami miatt egyébként én nem vagyok annyira izgatott. Tehát maga a kiegészítő miatt egyáltalán nem vagyok izgatott, illetve hát, hogy is mondjam, a téli része miatt nem vagyok izgatott. Egyáltalán, mert én szeretem nagyon a telet, meg ilyesmi, de az ilyen téli sportokat, hát, most láthatjátok a polcot, ahogy csinálom, tök jól néz ki szerintem. Szóval, mit akartam mondani? Ja, hogy a téli sportok engem annyira nem érdekelnek, és nem mennek el a szíveim sportolni soha, szinte, nem tudom, a Seasons-szel kaptuk ezt a jégkori pályát, meg görkori pályát, még soha az életben nem voltak egyébként, nem mentek el se jégkorizni a szimjeim, se görkorizni, soha, sehova, és mondjuk bánom, hogy nem, el kéne menni, csak sose tudom, hogy hol lehet őket megtalálni, ezeket a jégkorikat, meg ilyesmi, na mindegy. Majd lehet, hogy keresek a galériába valami telket, amit már valaki egyszer megcsinált, és akkor elmegyek majd jégkorizni velük. Na mindegy, szóval sosem mentem el, és nem azért, mert nem akarok, vagy mert nem szeretem, vagy mert nem jó. Ezeket a kis cuccokat egyébként a végén le fogom majd szedni, mert túl soknak gondoltam az egészet, úgyhogy ne aggódjatok, nem lesz ennyire csicsás a konyha. Ezt a trükköt pedig, ezt a mosdókagylót berakom az egészet így a pultba, ezt Simquint-nél láttam, aki még mindig a kedvenc videósom ever, kedvenc Sims-es videósom ever, még mindig, úgyhogy ezt tőle vettem ezt az ötletet. Mit akartam? Tehát, hogy soha nem mennek el, igen, és ugye ez az egész snow escape, ez nem teljes mértékben az ilyen téli sportokról szól nyilvánvalóan, nagy részben arról is, de viszont még a japán kultúráról is, ami pedig szerintem egy nagyon-nagyon jó ötlet. Én soha nem játszottam szerintem, nem, egyszer talán játszottam egy japán simmel, még a leges-legeső ilyen simses videóimban, azt hiszem ott a csaj, igen, szerintem a fő szímem az japán volt, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, ázsiai származású volt ez a lényeg. És ennyi. De egyébként sose nagyon, nem igazán játszottam sokszor ilyen ázsiai származású szímekkel. És most ez tök jó, hogy most kapunk egy csomó
Townét, ugye városlakót, akik ázsiaiak, ázsiai származásúak, illetve hogy ugye az ázsiai kultúra, ezek a kimonók is benne lesznek, mert láttam egy csomó ilyen videót róla egyébként. Kimonók is lesznek, meg mindenféle tradicionális tárgy, meg ilyesmi. Nem mondom azt, hogy fogok egy ilyen fullra, tényleg tradicionális ázsiai vagy japán házat csinálni. Tuti, hogy nem, mert annyira nem ismerem a japán kultúrát, vagy japán építészetet, igen, építészetet, se a kultúrát egyébként, de azt a kultúrát azt jobban ismerem, mint az építészetet, szóval igen. Itt láthatjátok, hogy kicserélem egyébként ezt a valamit. Na mindegy, szóval kicseréltem a tűzrakóháját. Na. Szóval, igen, nem hiszem, hogy fogok építeni, viszont ami miatt nagyon-nagyon izgatott vagyok, ugye az egyik ez a japán kultúra, meg japán emberek, meg japán építészet, mint ami. A másik, ezek a platformok. Úristen, ezek a platformok. Én ezeket annyira sokat fogom használni. Minden egyes építményemben platformokat fogok használni. Esküszöm nektek, mindenhol. Én annyira imádom a platformokat, és már olyan sokszor próbáltam meg ugye csalni azzal. Emlékszem, hogy még a Perfect Genetics kihívásomban ott volt Abigail, azt hiszem Abigail volt az első szímem, és neki a házába becsaltam egy ilyen platformot. Emlékszem, azt hiszem, vagy a nappali, vagy az étkező, nem tudom, de nézzétek meg azt a részt, az első részt, a legeslegelső részt, ott megmutatom nektek a házat, és ott becsaltam a platformon, mert annyira akartam. És akkor többször is már megpróbálkoztam olyannal, illetve álmodoztam arról, hogy milyen jó lenne, hogyha... Tehát igen, régi vágyam, hogy a fürdőkádat platformra rakjam. Nem tudom, hogy miért, nekem van egy ilyen kis hülyeségem, hogy úristen, a fürdőkádat platformra fogom rakni, és ez annyira jó, mert annyira, annyira fancy néz ki, annyira kis, tudjátok, ilyen kis gazdagnak, meg hú, neki platformon van a fürdőkád, nem tudom, ez nekem annyira tetszik, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy fogok építeni egy olyan házat, ahol a fürdőkád platformon van. Tényleg nagyon várom, és biztos vagyok benne, hogy rögtön meg fogom venni, amint ki fog jönni, és megpróbálok olyan gyorsan videót hozni, amilyen gyorsan csak tudok. Illetve, ami még most dolgozok, ugye nyilvánvalóan az I'm a Lover Challenge. Ugye az, hogy ki fog jönni az új kiegészítő, az nyilvánvalóan hatással lesz arra, hogy hogyan fog tovább folytatódni Greg története. Ugye Greggel játszok most, ő azt hiszem a harmadik generációm. Igen. Igen, a harmadik, és ő lesz most majd a főszerepben, és biztos vagyok benne, hogy fogom használni az új kiegészítőt, illetve az új várost, úgyhogy vannak már terveim, viszont ahhoz még játszanom kell, mondjuk egy-két rész szerintem le kéne játszanom, vagy legalább egyet, majd meglátjuk, hogy hogyan lesz. Úgyhogy igen, nyilvánvalóan az új kiegészítőt a sorozatomban le fogjuk tesztelni, és fogunk menni téli sportokat űzni, meg mindenféle ilyesmi, úgyhogy ott majd jobban megnézzük, és már mondom, nagyon-nagyon várom. Oké, szóval ugye hogy térjünk vissza ehhez a házhoz, szóval ez a ház egyébként szülő és egy gyerek nek lett kitalálva. A gyereknek nincsen túl sok cucca egyébként, úgyhogy nem egy túl... Hát inkább úgy néz ki egyébként, mint egy ilyen nyaralós ház. Úgy sikerült valahogy megcsinálnom. Nem tudom, mindegy. A gyereknek a szobája borzalmasan kicsi, de azt igazából bármikor át lehet építeni az egészet, ahogy ti szeretnétek. Illetve szerettem volna, hogyha a szülők szobája az egy kicsit... jóval világos, hát nem világosabb, hanem ilyen vibrálóbb színekből áll, mint a ház többi része. Valahogy, mint mondtam, a komfortzónámból akartam valahogy kimozdulni egy kicsikét, hogy új dolgokat is kipróbáljak.
Nyilvánvalóan amit, a szobát, amit most csinálok, ez a gyerek szobája egyébként, és tök jó ötletet találtam ki, ezt sem csináltam még soha, a videóban tök jó ilyen új ötleteket mutatok nektek, az, hogy ezeket a nagy plüssöket lekicsinyítettem, és aztán felraktam a polcra, és szerintem tök jól néz ki. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy büszke voltam magamra, hogy milyen kis ügyes vagyok. Szerintem egyébként ez a ház olyan, nem tudom, ez a gyerekszoba annyira natúrnak néz ki, annyira nem is tudom, úgyhogy olyan fura, hogy nincsen tele gyerekcuccokkal, és szerintem vagy a szülők nagyon-nagyon ilyen, nem is tudom, ilyen strict, mi az a strict angol vagy magyarul, nem tudom mi az, mindegy, tehát nagyon striktek a gyerekükkel, és nem adnak neki túlságosan ilyen felnőttként kezelik a gyereket, és ezért nincsen túl sok minden. Itt láthatjátok a megoldást, amiről beszéltem a videó elején. Ez a, berakjuk a nagy íróasztalt a könyves polcba, hogy úgy tűnjön, hogy ez a kettő együtt van. És akkor így egy ilyen nagyon kis, jó kis ilyen fura ilyen kis íróasztalszerűséget kaptunk, és esküszöm nektek, hogy nekem nagyon tetszik. Na mindegy. Azon is gondolkodtam egyébként, hogy ez egy régi ház, és hogy a gyerek már felnőtt, és inkább átalakították azt egy vendégszobává, és akkor ott maradt néhány játéka a gyereknek, ezzel is gondolkodtam. De majd ti eldöntitek, hogy hogyan akarjátok, vagy hogyan fogjátok a sztorit alakítani. Ennyi volt ez a ház. Elnézést az össze-vissza beszélésért, de egyrészt nagyon fáj a fogalom, és alig tudok beszélni, másrészt pedig már tényleg nem tudom, hogy miről tudnék beszélni. A következő ház, amit építeni fogok, az egy base game only lesz, amit ugye kértetek, egyikötök kérte az előző videóm alatt, úgyhogy remélem, hogy amúgy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hogy velem tartotok a következőben is. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, sziasztok!